Köszöntök szeretettel mindenkit, én is a 14. média és internet konferencián. Mind a nézőket, örülök, hogy itt vannak, mind a, pedig itt a színpadon a résztvevőket. Igen, egy gyors bemutatkozás, Kutasi Judit vagyok, a Rádió főszerkesztője, műsorvezető. És hát itt vannak velünk szakemberek, akik majd segítenek eligazodni abban, hogy tényleg tudatosak-e a szülők, tudatosak-e a gyerekek, hogyan állunk ehhez az egész kérdéshez, és mit kellene tennünk ahhoz, hogy ez jobban működjön. Dr. Gaskoné Nagy Erika, digitális gyermekvédelmi szakértő, pedagógus tréner. Jó napot kívánok! Mészégető Marcsi, a Hello Szülő főszerkesztője, ami egyébként a Magyar Telekom családokat segítő platformja. Fancsika Jeszter tartalomgyártó influencer, azért mondom el mindezt, hogy milyen szerepkörben beszélünk erről a témáról, és itt van velünk Sipka Bence, pszichológus ember, technológia, tranzakció szakértő, live tech balansz alapító, úgyhogy a technológiáról, a technikai kérdésekről majd akkor bence is kérdezzük, és akkor jöjjön gyorsan még néhány technikai információ, mert szeretnénk, hogyha önök vagy ti is részt vennétek a mai beszélgetésben és kérdeznétek, itt látjátok talán már a QR kódot kivetítve. Várjuk erre majd a kérdéseket, ezt megtehetitek anonim módon, vagy természetesen névvel ellátva is, és akkor ezeket vagy menet közben, vagy a beszélgetés vége felén fel fogom tenni a vendégeinknek, és hát akkor vágjunk is bele, de mi időközben megbeszéltük, hogy tegeződünk. A mai témánk a szülői hatalom tudatos nevelés, tudatos gyerek, és azt gondolom, hogy ez rengeteg kérdést vet fel és azt gondolom, hogy az elején beszélgessünk együtt, és akkor aztán majd személyre szóló, mindenki elmondja, hogy mit gondol erről, hogy én ezzel a bizonyos hatalommal kezdeném. Van egy tíz, meg egy 15 éves fiam, én egyáltalán nem hatalomként érzem ezt, hanem sokkal inkább néha a kihívásnak, felelősségnek, vagy tehernek, tehát legyünk őszinték, ez nem egy könnyű dolog, ti hogyan látjátok ezt, Marcsi? Azt gondolom, hogy totálisan igazad van abban, hogy ez nem egy könnyű dolog. Ugyanakkor, hogyha a hatalmat abból a szempontból értelmezzük, hogy ha teszel valamit azzal a hatással vagy a gyereked életére, akkor ez valóban egy hatalom, hiszen hiszen rengeteg eszköz áll a szülők rendelkezésére, amiben akár a mentális, akár a fizikai egészségét tudja formálni a gyerekeknek. Talán ez mondjuk a 90-es, 80-as évek előtt nem volt ennyire jellemző. A szülők nem, nem vették ennyire a kezükbe a hatalmat, mint amennyire most a kezükbe vehetik. Tehát most sokkal tudatosabb szülők akarunk lenni, vagy jó szülők, vagy meg akarunk felelni ebben a szerepkörben is, de ez messzire visz. Bence, te hogyan látod ezt a kérdést, ezt a hatalom témakört? Én azt gondolom, hogy tetszett az, hogy ez így idézőjelben van, mert technológiai szempontból én azt gondolom, hogy nagyon megnehezítette az elmúlt 20-30 évnek így a változásai a szülői feladatoknak így a teljesítését. Tehát, hogy szerintem sose ilyen nehéz nem volt szülőként határokat húzni. És soha ilyen nehéz nem volt, vagy soha nem volt ilyen uh, súlyos következménye annak, hogyha a szülő nem tud határokat húzni, akár ugye így a digitális térben. Szóval, hogy. Uh, hogy én azt gondolom, hogy igen, és nagyon sok szülő, amikor így tanácsadásokban beszélgetek velük, azt jelzik vissza, hogy így hatalom nélkülinek érzik magukat, hogy nincsenek eszközeik, tudásuk, és néha nem is érzik magukat felhatalmazva arra, hogy, hogy egyébként úgy neveljék a gyereküket, ahogyan szeretnék. Szóval ebben, ebben érzel. Igen, és ez messzire visz, és majd beszélgetünk arról, hogy figyeljük-e, hogy a gyerekünk mit csinál az online térben, vagy ne figyeljük, megtehetjük, nem tehetjük, tehát hogy fogunk erről Beszélgetni részletesebben is. Erika, gyakorló szülőként azért neked erről van tapasztalatod, hogy ez most hatalom, felelősség, kihívás, nehézség, előny mi. Köszönöm, elloptad a kifejezést erről, amin a felelősségre koncentrálnék. Kevésbé hatalomnak érzem, hát tudjuk, hogy a nevelésben ilyen nincs, vagy hát ez nem sok jóra vezet. Úgyhogy alapvetően igen, ez a szülőknek a felelőssége, és itt elhangzott, hogy nincsenek könnyű helyzetben, de azért mégis nekünk kell valahogy ezt ezeknek a dolgoknak határt azt gondolom, hogy ma már a nevelésnek a része, a gyermeknevelésnek a része ez a terület is, és hát ezért kell, hogy a szülők felkészültek legyenek. Nekünk szakembereknek pedig az a dolgunk, hogy segítsük őket is mankót adjunk és támaszt adjunk nekik ehhez. És gyakorló szülőként én még az a szerencsés szülő vagyok, akinek hál' Istennek már nagy gyerekei vannak, és viszonylag későn, és még nagyon az elején kaptak okos eszközt, tehát az első vircsaptokat nem nagyon kellett, vagy hát később kellett megvívni, de hát ez, ez tény, tehát hogy én még mai napig azért szülőnek érzem magam, és én még bemegyek éjszaka és szólok, hogy na most van vége a napnak, pedig hát 20 pluszos gyerekekről, felnőttekről beszélünk, de azt a szülőnek a dolga szerintem, hogy határt szabjon, kereteket adjon, meg hát saját példát mutasson, és akkor nyilván, hogyha én is még éjszaka még valamit csinálok a telefonommal, akkor az, az nyilván jön a válasz, hogy hát te most te is még fönt vagy, meg te is még mit csinálsz. Szóval a szülői mintaadás szerintem az, ami még nagyon fontos. Igen, és meg gondban vagy, mert nem mondhatod, hogy de te gyerek vagy, én meg fel. De életem, sokkal nehezebb. De életem végig most az, mégis az csak szerencsésnek összek. érzem magam. Eszter, te viszont a másik oldalon is ott vagy, tartalomgyártóként influencer. Szerként. Hát igen, illetve azért is érzem magam picit a másik oldalon, mert, mint, mint anya, mert nekem viszont öt és másfél éves gyerekeim vannak. És nekem a hatalomról a másik oldal jut eszembe. Egy olyan hatalom, amivel rendelkeznek a szülők, és nem tudnak róla nagyon sokan még mindig. Tehát azt nyilván senki nem szeret négy gondolni magáról, hogy mondjuk nem felelősségteljes szülő, viszont ez a hatalom, hogy mit osztok meg a gyerekemről, ez nyilván ennek nagyon sok rétege van. ez Nekem erről rögtön ez ugrik be, és ilyenkor a piros lámpa így bekapcsol rögtön a fejembe. Azt gondolom, hogy azért ez a téma mindannyiunkat érint, úgyhogy ha úgy érzik, hogy van majd kérdésük, akkor, akkor én kérem önöket, hogy ezt osszák meg velünk. Tegnap, ha már ugye közösségi média, én tegnap megosztottam, hogy erről a témáról fogunk beszélgetni a LinkedIn-en, és egyből jött egy mentálhigénés szakembernek a hozzászólása, és azt én így fölírtam magamnak, aki azt írta, hogy a klienseivel többször felmerül ez a kérdés, mennyire jó, hogy erről fogunk beszélni, mennyit engedjenek, és bizony komoly önmarcangolás a szülők esetében a háttérben. Mert ugyan jót akarnak a gyerekeiknek a szülők, de a gyermek mégis sokszor zokon veszi ezt. És akkor ezen gondolkodtam el, hogy szerintetek mennyire mérgezheti meg ez az állandó konfliktus forrás a szülő-gyerek viszonyt, mert egyébként van rengeteg, de ez most ilyen nagyon kielezett, meg nagyon napi. És akkor először viszont most Bencét kérdezném, bár bőszen jegyzett el, hogy pszichológusként erre, erre te mit, vagy ezt hogyan látod? Hogyha, ha a technológiáról gondolkozunk, akkor szerintem az az egyik legnehezebb, hogy ennek a, a technológia használatnak a, a következménye az nagyon sokszor nem tudatosul, a hosszú távú következménye, mert az adott pillanatban csak azt érezzük, hogy valamit könnyebbé tesz, vagy kevésbé erőfeszítés igényes, de az, hogy senki nem gondolta volna, mondjuk így a 2000-es éveknek az elején, amikor megjött az első okostelefon, hogy na hát így a szülőknek, ez lesz az első számú ilyen konfliktus forrása a gyerekekkel. És azt gondolom, azt se gondoltuk volna, hogy tehát a Facebook még két, a 2000-es években még szórakoztató volt, meg azt éreztük, hogy ez így nagyon jó. Most meg már inkább egy olyan dolog, hogy oké, ezt hogyan tudom csökkenteni az életembe, és, nagyon, és tudjuk azt, hogy, a, hogy bizonyos mentális betegségeket egyébként el tud mélyíteni szorongás, depresszió, testképzavarok, hát stb. Akkor az az a helyén van? Uh, és igen, én azt látom, hogy a szülőkben, szóval nagyon sok olyan kérdés, és nagyon sok, tehát lelkismert furdalás, bűntudat, önmarcangolás van, hogy hogy biztosan túl sok néz a gyerekkel, hogy nem tud határokat szabni, és hogy ezek az állandó Konfliktusok, ahogy te is említetted, ezek így aláássák a családi békét. Amikor azt a kérdést kapom meg, hogy akkor mikor, mikor érdemes a gyereknek okostelefont adni, én azt szoktam mondani, hogy hát, ha lehet, akkor minél jobban toljuk ki. Na jó, de ez hány éves életkor? Hát mondjuk olyan 12, most így azt mondanám. És igazából azt a kérdést kell feltennem magamnak, szülőként, hogy milyen a kapcsolatom a gyerekemmel, és hogy egyébként a korához kapcsolódó felelősségeket, azokat, azokat így gond nélkül el tudja elvégezni. Tehát, hogy, hogy rendet rak a szobájába, nem tudom, vagy maga után a konyhába, és hogy ezeket, vagy önállóan megcsinálja a házi feladatát. Mert hogyha ezeket egyébként jól meg tudja csinálni, akkor, akkor, lehet, akkor behozhatom az okostelefont, az biztos, hogy meg fogja nehezíteni a gyereknek a dolgát egyébként, hogy ezeket a felelősségét ellássa. Most is tanultam valamit, bár Ez valami hasonló úton járok, tehát hogy muszáj, igen, valamit kérni és adni. Így van, Ugye? igen. És hogyha, hogyha nem, szóval én akkor javaslom azt, hogy vegyünk a gyereknek okostelefont, amikor azt érzem, hogy egyébként a gyerekem ezeket a felelősségeket gond nélkül el tudja látni, tehát hogy önállóan meg tudja csinálni felügyelet nélkül, akkor, akkor, és nyilván be kell vezetni őt az okos telefon használatba, de az egy igen szóval. Nem miért. tudom, hogy ti egyet értetek-e vele, vagy esetleg vitatkoznátok. Egy gondolat, én az első gyerekemnél tudtam húzni, és az utolsó volt az osztályban, és 12 és fél éves volt. Na, de van egy öt évvel kisebb, és ott már azért én is elbuktam. Tehát, hogy ez, ez egyáltalán nem egyszerű. Erika, te hogyan látod igen, ezt Igen, tehát kérdést? Azt sem mindegy, hogy most az első gyerekről van szó, és ki tudom húzni 12 éves koráig, vagy egy több gyerekes családról beszélünk, ahol a legkisebb is szeretném már megkapni azt az eszközt, amit ugye a nagyobbak használnak, illetve szerintem mindenképpen megint hangsúlyosá tenném a szülői mintát, hiszen attól, hogy a gyerek nem kap 12 éves korában vagy 10 éves korában telefon, még pontosan elkérheti a szülőjét, odaadhatják neki, illetve látják, láthatja, hogy a szülő hogyan használja ezeket az eszközöket, és hogyha a szülők napi szinten több órát töltenek el a telefon közelében, akkor, akkor taníthatom én neki utána, de az a minta egyszerűen be Vódik, ugyanazt fogja vinni tovább. Tehát tudjuk pontosan más esetekben is, hogy a, a szülői mint az mennyire számít a gyerekek, gyerekek életébe. Tehát én azt gondolom, hogy a, hogyha mondjuk egy házi rendet alkotunk meg a családban, egy ilyen digitális házi rendet, akkor az ugyanúgy vonatkozzon a szülőre. És ha azt mondom, hogyha vannak mentes terek, vagy mentes időszakok, mondjuk a vacsoraasztalnál, hogy ezt a klasszikus szoktuk emlegetni, hogyha vacsoraasztalnál nem használunk telefon, akkor senki se használja. Nyilván vannak kirívó esetek, tehát ezt rugalmasan kell ezeket a kereteket megszabni, mert hogyha mondjuk egy hozzátartozó kórházban van, és fontos, hogy kapjak egy értesítést, akkor el lehet magyarázni a gyereknek, hogy ez most azért fontos, mert, de hogy alapvetően nem kapkodom a telefont az összes munkatársam miatt, hanem most odafigyelek a gyerekre, illetve hogyha ő közelít hozzám, akkor minden figyelmemet neki szentelem. Tehát érezze azt, hogy ő a fontos, és nem pedig az eszköz helyette. Egy kérdés, vagy illetve egy hozzászólás pontosan ide kapcsolódik, úgyhogy azt előre venném. 12 éves korig várni a mobileszközzel szerintem is okos dolog, akár tovább is. Nyilván, hogyha sikerül. Azonban, hogyan lehet kezelni a társadalmi nyomást az iskolából és a társaitól? Marcsi Eszter, akkor most jöttök majd. Hát én azért ebből a körből kicsit kiestem, szerintem. Mert ugye ez semmilyen szinten nem érint, ez a része nyilván az, hogy a minta, az, hogy mit lát a, a gyerek. Ebbe az is a nehéz szerintem, hogy azért bennünk is bennünk van ez a nyomkodja a telefonját. De hogy azért, azért tegyük a szívünkre a kezünket, ennek a nagyon nagy része az munka most már. Tehát most már nem az van, mint régen, hogy hogy tényleg, ha a ha, ha neten vagyok, az azt jelenti, hogy, hogy euh, Facebookozom vagy ilyesmi, hanem hogy, hogy valahogy így, mondjuk például az öt éves euh, fiamnál, bár nem tudja, hogy mivel foglalkozom, tehát hogy euh, én. Ne csak azt látja, hogy az eszköz a kezedben Ö, Igen, de hogy mondjuk az, hogy tehát hogy mondjuk azt, hogy én most influencer vagyok, hát ez, ne, nekem ez valamiért még mindig egy szitok tehát hogy egy ilyen szégyelni való dolog. Tehát ő azt tudja, hogy nem tudom, én mesekönyvet így írok, és azt, azzal foglalkozom, mert ugye azt is csinálom. De több függetlenül az, hogy, hogy mondjuk amikor ránéz, ha, ha a kezemben van a telefon, és, és ránéz, akkor ne egy ilyen plinti plinti, nem tudom, leveszem a sapkám, felveszem a sapkám, videót lásson a kezemben, hanem akkor tényleg az van, hogy betűk vannak, anya dolgozik, tehát hogy, hogy ami neki nem annyira érdekes, viszont tényleg nekem mondjuk valami halaszhatatlan dolog. Nyilván nehéz, mert mondjuk nekem az Instagram az egyik munkahelyem, ahol leveszem a kalapon, felveszem a kalapon, videók vannak, de hogy, 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 el, tehát hogy nem csak ez a, ez a teljes, teljesen ne legyen, vagy, vagy akkor rögtön megbuktam, ha a kezemben van, hanem hogy valahol így megtalálni azt a mezgyét, ami élhető ma. Marci, ti erről biztos írtok. Igen, a Heló abszolút, de hogy a, nagyon jó szerintem, hogy az Eszter behozta ezt, mert hogy az van, hogy valóban van a közösségi média egy nagyon-nagyon kártékony hatása, erről szól egyébként a legújabb kampányunk, ami most augusztusban jött ki, egy, egy rádiós kampány, és ugyanakkor viszont a tudatos közösségi média használat az Tud hozni magával jó dolgokat. Most gondoljunk akár, például vannak olyan gyerekek, akik a TikTokon, mondjuk, nagy egyetemi előadásokból kivágott részleteket hallgatnak meg, vagy néznek meg. Ez nem értékes tartalom, de abszolút értékes tartalom. Szóval, hogy azt kellene inkább ezzel kapcsolatban megtanítani a gyerekeknek, hogy hogy lehet, mi az a jó, mi, mi az a jó az adott platformon, ami megtalálható, hogyan keresse meg, hogyan tudja eldönteni, hogy egy tartalom kártékony ránézve, vagy pedig hasznos ránézve. Szóval, szóval ez szerintem marra fontos, és onnan jutott eszembe, hogy, hogy arról beszélt, hogy ő az Instagramon dolgozik, ahol egy értéket teremt, ahol jó dolgokat csinál. Igen, vannak ott vacak videók, meg vacak tartalmak, viszont ő kifejezetten jó dolgot csinál. És, és a másik hát, bocsánat, még... ez iszonyatosan időrabló, hogyha ott ragadunk. Tehát, hogy ez, ez, egy nagy kihívás, és erről esetleg majd érdemes még beszélnünk. Igen, abszolút, ez egy nagyon nehéz, és ezzel kapcsolatban ez szerintem tök nehéz mit mondani. De a másik még, ami eszembe jutott, az eddig elhangzottak kapcsán, az az, hogy ugye azt kérdezted a kérdésedben, hogy hogy a közösség milyen hatással, Igen, a a nyo milyen nyomás, nyomás. Van. Igen. Igen, és valóban van közösségi nyomás, de azt gondolom, hogy ami még egy nagyobb nyomás, az, a, az az influencerek köre. Mert hogy a gyerekek manapság sokkal inkább hallgatnak az influencerekre, vagy azokra, akiket követnek sztárokra, nem tudom akár, hogy nevezzük, mint mondjuk a szüleikre. És az a luxus, hogy a szülők nincsenek tisztában azzal, hogy az ő gyerekeik kit követnek, az, az nem egy jó irány. Tehát, hogyha hogyha mondjuk egy dolgot kellene javasolnom, vagy akár a Hello szülőn is írtunk egyébként erről, hogy mi az, amit a szülők mindenképpen tegyenek meg. Nézzétek meg, hogy kiket követnek a gyerekeitek. Ez meg, fontos. hogy egész egyszerűen mit csinál abban a jó esetben, csak 20 percben, vagy egy-két órában a telefonján a gyerek, vagy bármilyen számítógépen. Hogyan lehet kezelni a felsőbbrendű hatáskeltés helyzeteket szülőgyermek kapcsolatban egyik nézőnk kérdése ez, Bence? Hogyan lehet kezelni a felsőbbrendű hatáskeltés helyzeteket szülőgyermek kapcsolatban? Tehát, hogy ö, ugye biztos, hogy ez visszautal még erre a hatalom kérdéskörre, hogy, ö, hogy a szülő most akkor felsőbbrendű a gyerekhez képest. Gondolom, erről szól ez a kérdés. Okay. Ö, én, szóval azt a kérdést kell szerintem szülőként tisztázni magamban, hogy nekem mi a feladatom szülőként ott a helyzetben, és ö, és Ugye az egyik feladatom az az, hogy, hogy biztonságban legyen a gyermekem. Tehát, hogy a fizikai, lelki biztonságát én szülőként ezt, ezeket a kereteket így megteremtsem. És én azt gondolom, hogy ha, ha olyan kérdések merülnek fel, amikor, amikor azt érzem, hogy a gyerekem veszélyben van, akár az online térben, akkor igenis egyébként közbeavatkozhatok, és határokat húzhatok, és következményeket állíthatok az a kapcsolatban, hogy akkor, hogy, hogy, nem tudom, telepítek mondjuk egy, egy szülői felügyeletappot, és megmondom a gyerekemnek előtte, hogy, hogy igen, figyel, én ahogyan egyébként így a fizikai térben is, de folyamatosan figyelek arra, hogy te biztonságban legyél, úgy egyébként az online térben is ez nekem a feladatom hogy te biztonságban legyél, és ezért egyébként ez az app, ez így figyelni fogja, hogyha esetleg olyan dolgot kapsz, ami, ami káros, vagy olyan tartalom. Akkor, vagy annyi ideig. Vagy annyi ideig, akkor, akkor én ezt így fogom látni, és egyébként közben fogok avatkozni. E, szóval, mondjuk, hogy én ezen az alapon egyébként azt mondom, igen, lehet, igen, szóval, hogy akkor közben avatkozom. Pillanatra itt a közönséghez fordulnék, és szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy, és akár készfeltartással is, hogy ki az, aki, és nyilván akinek van egy gyereke, hogy ki az, aki tudatos szülőnek gondolja magát, hogy az viszonylag sok kéz. És akkor még egy kérdés jutott most eszembe, hogy ki az, aki szeretne még tudatosabb szülő lenni. Ez legalább annyi. Igen, tehát, hogy hogy van még feladatunk, én azt gondolom, és egyébként én is felteszem a kezem, tehát, hogy igen, én is szeretnék még tudatosabb szülő lenni, és itt Bencéhez kapcsolódnék egy pillanatra még, hogy én telepítettem ilyen appot, megbeszéltem, de de az első nap azzal találkoztam, hogy leklónozta az összes alkalmazást a gyermek, és innentől kezdve nem tudom figyelni. Mondtam, hogy jó, akkor még egy beszélgetésünk van, hogy én akkor változtatok a korláton, beszéljük meg, mert úgy látszik, ez nem tetszik, tehát lehet, hogy túl szigorú voltam, de akkor te meg töröld le az összes klónozott alkalmazást, és először töröld le te, de utána akkor megbeszéljük, és innentől kezdve működött a kapcsolatunk. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz és azt kérdezem, hogy egy ilyen húzd meg, erezd meg, játék ez. És arra gondoltam, hogy akkor beszéljünk még arról, hogy van-e egészséges határ, mi az, amit szabad engedni. És te vannak köztetek, ugye, akiknek nagyobb gyereke, kisebb gyereke van, vagy aki munka szempontjából foglalkozik azzal, hogy mi lehet az ideális. Erika, te hogyan látod, mi az az ideális mennyiség, amit ha még a gyermekünk az online térben tölt el, akkor az még egészséges, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Vannak szabályok, vagy vannak javaslatok, ajánlások, ugye a WHO-nak is van, mondjuk két éves kor alatt egyáltalán nem találkozzon a gyerek okos eszközzel, hogyha lehet akkor csak kapcsolattartásra, ugye itt a COVID időszakban volt ez jellemző, hogy a nagyszülővel úgy tudták a kapcsolatot tartani, hogy nyilván ott tudott kommunikálni a család a nagyszülőkkel, és nyilván ez, ahogy haladunk előre a korban, úgy növekszik ez az időtartam, azért itt felhívnám a figyelmet, hogy 18 éves kor felett, tehát a felnőtteknek sem ajánlott 3-4 óránál többet tölteni ezekkel az eszközökkel. És itt a szervezők kitették a szép kis táblácskáikat, ahol mindenki bejelölhette, hogy mennyi időt tölt el. Most akkor ezt így rakjuk össze, hogy a 3-4 óra hogy jön ki nálunk, vagy éppen mennyi az a 3-4 óra. És ugye itt visszatérve egy picit a szülőségre, ugye itt elhangzott egyszer az, hogy hogy legyenek keretek, szabályok. Elhangzott az, hogy hogy figyeljünk arra, hogy milyen tartalmat fogyaszt, mert lehet, hogy egy órát netezik a, gyermekünk, de nem mindegy, hogy most szórakoztató cicás videókat, vagy emelem a kalapom videókat néz, vagy mondjuk nyelvet tanul, vagy hogy te is mondtad, hogy egyetemi előadásokat hallgat, és amit pedig te is említettél, és itt is elhangzott már, hogy milyen viszonyom van a gyermekkel, de hát azt nagyon pici korban kezdjük el kiépíteni, hogy legyen egy őszinte tiszta kommunikáció, és legyen egy bizalmi légkör, mert az, hogy persze az az alap, hogy fel tesz, feltelepítek mindenféle applikációkat, de azt is át kell beszélni, hogy miért teszem ezt, és utána most egy 16 éves fiatalnak nem telepíthetek ilyet az eszközére, vagy hát telepíthetek, már de már ott bizalomvesztés van, ez ugyanúgy vonatkozik egyébként a pedagógus diák illetve a szülő-gyermek kapcsolatára is. Tehát az nagyon fontos, hogy ezt a bizalmi kapcsolatot kiépítsük. És igen, tudjuk azt, hogy mit tesz a gyerekünk. Nyilván nem fogunk mindent tudni, de hogyha problémája van, vagy baj van, akkor legalább tudjuk, hogy hozzánk fog fordulni. Nekem is elmondják a lányok egyébként, hogy anya, neked fogalmad nincs, mi történik a neten. Mert hát olyan szép kis buborékokban vagyunk, én is nagyon jól kialakítottam magamnak, csak azt kapom azt a tartalmat, amit ugye én szeretek. És ugye nem a dark webről beszélünk, hanem az egyszerű simanetről, itt azért láttuk az első előadásban is, hogy bizony mindenféle zaklatások megtörténhetnek, de legalább tudok róla. Ők is elmondják, hogy mikkel találkoztak, mit láttak, hogyan lehet beavatkozni. Szóval, de ez csak akkor tud működni, hogyha az első párszor egy ilyen bizalmi kapcsolat megvan. Úgyhogy ugyanúgy, mint minden más területen, én erre ösztökélném a szülőket, hogy erre törekedjenek, hogy sokat beszélgetni, őszintén, nyíltan odafordulni, érdeklődve a gyermekeink felé. Nem biztos, hogy mindig érdekel minket az, amit ők mondanak. Tehát én sem szeretnék minden új videóklipről tudni, de naponta kell egyet megnéznem, ha akarom, ha nem is, mosolygok is hozzá, de onnan legalább tudom, hogy mi történt velük közben egész nap. Marci, te mit gondolsz arról, hogy van ideális online eltöltött idő, ami még nem káros? Az a, az a nehézség ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, hogy hogy ugye tényleg nagyon attól függ, hogy mit néz, mit nézünk és mit fogyasztunk. Én ugye a Telekomnál dolgozom alapvetően számítógép előtt, miután végzek a munkámmal, utána plusz feladatokat vállalok, szintén a számítógépen dolgozom. Tehát, hogy, és, és, nem csak az, hogy mondjuk egy word írok, mert kommunikációval foglalkozom, hanem ugye ahhoz, hogy információkat szerezzek, ahhoz rengeteg uh, információt olvasok a neten, akár tudom, angol, német nyelven, magyar nyelven, és szönhet úgy, hogy hogy egy totális időpocséklás, vagy mondjuk megnézek vagy, hogy egy filmet, vagy. vagy hogy függő vagyok. <há> igen, de valójában nem érzem magam függőnek, azt kell megvizsgálni, hogyha mondjuk nem tudom, én egy, egy, hétig nem tudnék felmenni a netre, vagy nem olvashatnék információt, akkor mennyire lennék, mennyire érezném magam rosszul, mennyire szorongatna ez az érzés. És szerintem a gyerekekkel kapcsolatban is ezt érdemes megnézni, hogyha mondjuk azt kéritek tőlük, hogy egy-két napig nem tudom, ne menjenek fel a TikTokra, és emiatt rosszul érzik magukat, az egy intőjel. Most záporoznak itt a kérdések, úgyhogy egy picit ide fordulnék. Nehéz tudatos szülőnek lenni, ha maga a szülő nem tud az internet veszélyeiről. Hogyan lehetne a szülőknek segíteni, anélkül, hogy ne vegyék ezt támadásnak? Nyilván ezek a fórumok pont erről szólnak, csak hát rengeteg egyéb dolgot is kell, vagy lehet tenni. Ezt hogyan látjátok? És akkor szabad a rablás. Én, én megragadom Jó. vissza a szót. Hát ugye ezért vannak azok a felületek, amik szülőséggel foglalkoznak. És ez, ez megint kinyit egy újabb szelencét, hiszen rengeteg olyan felület van, ami a szülőség problémáival, nehézségével foglalkozik, és az embernek el kell döntenie, hogy melyik szakértőnek hisz. Ez nagyon-nagyon nem egyszerű feladat. Azt gondolom, hogy, hogy ezeket a szakértőket ki kell választani, akiket úgy érzünk, hogy a mi szülőségünkben megtámogatnak bennünket, és amikor mondjuk meghallgatjuk az ő véleményüket behozom a Steiger Krisztiánt, mert őt mindenki egyöntetően oda van érte, és, és a, a szavait. Tehát, hogyha kiválasztunk egy olyan szakértőt, akihez bizalmunk van, és követjük azt, amit ő mond, vagy pedig gondolkodunk azon, amit mond, mert nem kell mindig vakon követni természetesen a szakértőknek a mondatait, akkor, akkor az egy óriás segítséget tud adni. És amikor mi a Hello létrehoztuk, akkor pont ezen gondolkodtunk, hogy hogy leszünk mi egy olyan felület, ahova, hogyha megérkezik az olvasó, akkor azt tudja utána mondani és érezni, amit a mottónk is képvisel, hogy jótól kérdezed. És ehhez mi azokat a szakértőket válogattuk ki, és válogatjuk folyamatosan, akik, akik szerintünk relevánsak, és, és erre törekszünk egyébként, hogy minél több ilyen szakértővel dolgozunk. Erika, úgy láttam, hogy szerette volna hozzászólni. Igen, mert ez egy nagyon kritikus pont. Ugye azt mondtam, hogy nekünk szakértőnknek felelősségünk van abban, hogy hogyan támogatjuk a szülőket, és tényleg nincs egyszerű helyzetben a szülő, hiszen igen, mondjuk a Krisztián pont egy olyan eset, amit elhisszük, amit mond, és, és, és valóban az úgy van. E, és nagyon nehéz ez az egész helyzet, mert e, ugye mi magunk is szokjuk ezt a digitalizációt, meg szokjuk ezt a rendszert, tehát nem volt előtte semmiféle minta. És e, például nekem is van több olyan szakértő ismerősöm, aki nagyon jó előadásokat tart. Elmondja, hogy hogyan védjük meg a gyermekeket az online térben, és fél óra múlva az öt éves kislányáról posztol. És e, így, tehát ő például nekem már hiteltelen, nem tudom elhinni, hiszen a napi gyakorlatában nincs az benne, amiről beszél. E, tehát, hogy a szülőknek javaslom, hogy azt is nézze meg, hogy, hogy mennyire, mennyire hiteles tudom, hogy nehéz, de azért vannak olyan dolgok, amivel ezt ki lehet szűrni, vagy volt olyan, aki arról panaszkodott, hogy na hát, ez a közösségi média hát letiltotta, pedig a gyerekéről a strandoló képet nem tudta kitenni. Hát legalább a közösségi médiának volt annyi esze, ami a szakértőnek éppen nem, pedig ő is média tudatosságot tanít. Tehát, hogy nagyon nehéz azért ezt, hogy mi hogyan alkalmazzuk, hogyan visszük be a mindennapjainkba azt a tudást, még nekünk is probléma, nem hogy akkor annak a szülőnek, aki ebben nem jártas, mert most én is napi, nem tudom, x órát tört ugyanígy ezzel, hogy mindenféle szakmai oldalt, kutatást, mindent néz az ember. Tehát nagyon oda kell erre, erre figyelni, és hogy milyen tanácsot adunk. Tehát mondjuk ezek a fórumok nagyon jók. Nyilván akik itt megjelennek, azt mondom, hogy azok azok a szakemberek, akikre érdemes hallgatni, de, de óvatosan kell ezt. Tehát nézzük meg, hogy a magánéletében hogy tudja ezt bevinni. Én szoktam mondani, hogy én a közösségi médiában egy teljesen egyedülálló vagyok. Nekem se gyerekem, se kutyám, semmi nincs igazából. Tudatosan de nem is tartozik. Nem. Más Senkire más, nem? nem tartozik. Az én oldal az mondjuk, hogy egy szakmai oldal leginkább, meg is egyébként az viszont érdemes lenne megtanítani a gyerekeinknek, nem tudom, hogy hogy gondolják, mindent kiraknak, hiszen még tapasztalatlanak, tehát hogy őszinték, megosztják nagyon veszélyes. Tehát ez is egy újabb bajt, amit kinyithatunk. Még egy kérdést felolvasnák, és akkor Eszterhez fordulnék, mert neked kicsi gyerekeid vannak. Jogosnak tartjátok-e azt a szülői igényt, bölcsőde, óvoda, hogy a dolgozók időről időre riportoljanak a gyerekekről zárt Facebook csoportban? Hát, Nehéz kérdés. Hát... igen, ezt tudtam hozzátenni. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért csak úgy lehet riportolni, hogyha látom, hogy most maszatosan rajzol, és miért, de Na, szóval én mondjuk a saját részemről azt csinálom, hogy a, a zárt tényleg csak az adott csoportnak a, a, azt engedem, hogy oda kitegyék, de egyedül vagyok ezzel. Tehát teljesen, mindig mindennel egyedül vagyok. Azzal, hogy azt már például, hogy a nagy csoportba, vagy, a, a, vagy amit külsősök is bárki láthat, oda nem engedem, meg nem járulok hozzá, hogy legyen a gyerekemről kép. Nyilván ismertebb emberként is azt gondolom, hogy ezzel extrán számolni kell, de most például és minden egyes szeptemberben, amitől falnak megyek, az a. Lacika iskolás lett, és akkor áll az iskolatáskájával, lehetőleg még a kis nyúnyókájával, a nagy tábla alatt, hogy melyik iskolámba jár, ami melyik utca sarkán van, és, és még, és még a locationnek is oda van téve, hogy tuti meg legyen. De még ideig se kell elmenni, mert tényleg egy adott intézmény udvara is tökéletesen felismerhető és hogy, és hogy szerintem ebben tehát annyira messze vagyunk attól, hogy odáig eljussunk, hogy a zárt csoportban oké-e. Okay hogyha ez lenne a legnagyobb bajunk, az szerintem már már tök jó lenne. És persze ettől függetlenül erő is lehet, és tökre értem, akinek ez a problémája, mert nekem is. Csak hogy a nagy többség szerintem ettől annyira, annyira távol van, hogy nem is érti, hogy ezzel mi a gond. De például nekem van olyan barátnőm, aki, aki egy mindent eddig. Tehát arról szólt az instája, nem, nem, egy ismert ember, egy hétköznapi anyuka, de hogy csak és kizárólag a gyerekeiről mindent mindenhonnan, és most elkezdte azt, hogy nem, hogy nem mutatja, de hogy még a close friends, amúgy sincsen sok ismerőse, de hogy még a közeli barátoknak is most már csak úgy, hogy nem látszik az arca a, a neten. Nagyon nehéz, nyilván mindenki iszonyatosan büszke a gyerekeire, én is kiplakátolnám vele, velük magamat is, meg, mert... Akkor. elvileg azt gondoljuk, hogy csak az ismerőseink látják, Igen. ugye? Tehát itt Igen. a csavar a dologban, és akkor a pillanatra megint a közönséghez fordulnék, hogy ki az, aki azzal ért együtt, hogy nem baj, ha kiposztoljuk a, akár a gyerekünk iskolai fotóját, vagy, vagy egy nyaralásképét, akkor erre lennék kíváncsi, vagy aki azt mondja, hogy inkább ne tegyük valószínűleg nem véletlenül vagyunk itt együtt, tehát mi már hasonlóan gondolkodunk, ezt kellene azt gondolom terjeszteni. Van még kérdés, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire aktívak. Mindkét gyerekem tudatos felhasználó, mind a tartalmakról, mind a közösségi média élményeikről pedig rendszeresen beszélgetünk. A kamasz fiam függő, a lányom nem az. Ugyanaz a nevelés, mi lehet az oka? Bence, esetleg akkor magadhoz ragadnád a szót? A, az jut eszembe, hogy a pszichológusok azt szokták mondani, hogy egy a, a, a családban a gének tesznek hasonlóvá, és a, a, a környezet különbözővé. Tehát igazából a, a, a második testvér az teljesen más családban nő fel, mint, a, mint az első testvér. És, és hogyha most arra koncentrálok, hogy technológiai szempontból egyébként miért van az, hogy hogy a fiúnál kialakult a lánynál meg nem, más típusú veszélyek leselkednek a lányokra, a közösségi nekik inkább a közösségi média az, ami ami veszélyes, és amivel kapcsolatban függőség alakulhat ki. A fiúknál pedig ugye a videójáték az, ami, ami a, el tudja őket vonni így a, a saját aktuális fejlődési feladataiktól. És hogy náluk inkább az a probléma, hogy a fiúknál, hogy, hogy nem állnak bele azokba a kihívásokba, amik éppen aktuálisan az életükben vannak, és hogy inkább a videójátékokba menekülnek. A lányoknál ugye meg az történik, hogy mivel alapvetően evolúciós szempontból a nőknek sokkal érzékenyebb az a jellegű működése, hogy a szociális, a szociális visszajelzésekre érzékenyebbek, ezért nekik a közösségi média az, ami, ami egyik egy, egyszerűen nagyon értékes, és egyébként veszélyes, hogyha nem kapnak olyan típusú visszajelzéseket. Egy picit még maradnék ennél a kérdésnél, és csak megragadnám azt, hogy függő. Tehát mitől tekintünk egy gyereket függőnek, hogyha az online világról beszélünk? Um, ez, ez, mindenki nagyon szeret amúgy dobálózni, hogy akkor függő-függő, és hogy azért, ja, hogyha... Ha nem függő leszel, hagyd már abba, ugye? Igen, és hogy, hogy azért ahhoz, hogy egy függőségről, egy viselkedéses függőségről beszélhessünk, ott nagyon sok kritériumnak kell megfelelni. Tehát pusztán a képernyőidőre korlátozni, tehát az, hogy mondjuk mennyit játszik, az még önmagában nem jelenti azt, hogy függő. De akkor kérdezek, ha 12 óráti gép előtt van, és a normál emberi kapcsolat nem működnek, akkor az már függő, vagy ettől függő. Pontosan, hogy itt jönnek be azok a témák, hogy megnézzük, hogy. hogy hogy egyébként a, az életében ő hogyan ö, funkcionális vannak-e esetleg ö, olyan területek, amikkel küzd például a kapcsolatainak a minősége, ö, vagy a, a teljesítménye, tanulmányi teljesítménye, vagy munkateljesítménye, sérületet, hogy vannak-e olyan, olyan, olyan más tényezők, amikben ő akadályozó van, hogyha vannak, akkor már beszélhetünk egyébként függőségről, illetve hogyha a konfliktusok jelennek meg folyamatosan az emberi kapcsolataiban a digitális eszközhasználathoz kötődően. Tehát, hogyha folyamatosan azt írja hogy itt, hát igen, a szüleivel konfliktusai vannak, a barátaival, a párjával, az is egy nagyon komoly jelzés arra vonatkozóan. És nyilván az elvonási tünetek. Tehát, hogyha ha abbahagyja a 12 óra a játék után, és akkor elmegy az iskolába, és ott is az órán is csak erről tud fantáziálni. Tehát, Tehát hogy nem? csak ez a téma, Igen. és esetleg akár mondjuk agresszív vagy bántó viselkedése van, hogyha elveszik tőle az eszközt? Ami az esetben a, a telefon, a, vagy a számítógép? Az, hogyha, hogyha egy ilyen hiszti, vagy dűruha lesz, ez, az még nem feltétlenül jelenti azt egyébként, hogy hogy függő. Tehát az, az csak lehet egy életkori sajátosság, amikor a gyerekek nehezen viselik el azt, hogy hogy, hát valami jó dolgot, amit egyébként elveznek, azt így elveszik tőlük. Ezzel szerintem, azt felnőttként is tudunk így lenni. <laughs> Legyünk őszinték, igen, és nézzünk néha magunkba. Tehát ott az a tükör, az nagyon hasznos. Eszter. Igen, nekem ez most így végig. Végigpöröl a fejemben, csak nem biztos, hogy jól meg tudom fogalmazni, de hogy ö, ö, azt érzem egy kicsit ennél a témánál is, mint mindennél, hogy olyan, mint nem tudom, a fogyókúra, hogy ezt most vagy nagyon csinálom, vagy, vagy az edzés. Én most heti, hétfőtől heti ötször, kedden nem megyek, akkor az egészet hagyjuk, mert ez nem megy. És hogy itt is az van, hogy ez a persze tudatosan, meg tök jó, és tök jó, hogyha hasznos dolgokat néz, ami értelmes, de hogy, de hogy tegyük a szívünkre a kezünket, nekünk is van olyan, amikor nem tudom, a férjem kattanása a hajvágós videókra lenyugszom alvás előtt, és, és, nekem is van, hogy a nagyobbik fiam, tehát nem mondjuk nálunk a kisfiam, kisebbikő, egy és három négy éves, és nem néz képernyőt, de ennek mi az ára, hogy a nagyobbik fiam iPad-en nézi a mesét, hogy ne a nagy tévén menjen. Öhm ami azt is jelenti, hogy kevésbé látok rá, mint hogyha ott megy. Például nálunk nem az a baj, hogy mit néz, hanem az, hogy mennyit kattintgat. Tehát, hogy, hogy nincs nincs türelme megvárni, hogy ott most akkor kibontakozzon egy cselekmény, vagy ilyesmi. És mondjuk néha ránézek, és azt látom, hogy rajzolgatós videót néz, vagy építős videót néz, akkor, de hát ott az 500 legód, ott a pókemberes kifestőd, hogy miért nem te csinálod, de hogy hát igazából tegyük a szívünkre a kezünket, nekünk is van olyan, amikor csak így nyálcsorgatva nézünk valamit, és hogy ilyenkor, ilyenkor azt érzem, hogy hogy jó, hát most neki lehet, hogy most éppen erre van szüksége, nyilván akkor azért odafigyelek, hogy most ez egy 10-15 percnél tovább ne tartson, de mondjuk van olyan, hogy utána látom, hogy ihletet kap a saját rajzolásához, vagy a saját LEGO építéséhez, és van olyan, hogy, hogy teljesen más tartalomra megy rá, de hogy valahogy így megtalálni azt a balanszt a magunkkal kapcsolatban is, meg a gyerekeinkkel kapcsolatban, hogy, hogy ez van, tehát hogy ez most már van, ennek nagyon sok rétege van, nekünk, nekem is, ott van az ilyen gyereknevelős könyv, az olyan gyereknevelős applikáció, meg a hogyan öltözködjek jobban, meg a nem tudom, és helyette este tízkor nincs már érkezésem ezeket csinálni, hanem én is megnézem a leveszem a kalapon, felveszem a kalapon videót, és ott jobb lenne most megtanulni, hogy, hogy legyek jobb szülő, de most én köszönöm, nem, inkább nem. Egy technikai kérés lenne, megkérném a kollégákat, hogy picit pörgessenek itt nekünk, mert jönnek a kérdések, és nem tudom a legalsót végig olvasni, pedig biztos az is nagyon fontos, meg érdekes. Addig pedig kérdezném Marcsit, hogy, és visszatérnék egy kicsit a, a gyermekeink megfigyeléséhez, ugye, a lokátor, a távoli felügyelet, a, akár family link, tehát annyiféle ilyen lehetőség van már, ami egyébként hasznos biztonságban tudjuk őket, de mennyire tesz jót a gyerekeknek, hogyha folyamatosan megfigyeljük őket. Hát a hintalóvan ajánlását hozom be itt első körben. Ugye ők azt a, azt a nézőpontot képviselik, hogy bármilyen ilyen applikációt, bármit telepítenénk a gyerekünk telefonjára, készülékére, előtte beszéljük meg vele. Beszéljünk vele arról, hogy ez miért fontos, miért szolgálja az ő érdekeit. Szerintem, hogyha, hogyha el tudjuk magyarázni, hogy mi nem azért követjük, mert bele akarunk mondjuk egy tinédzsernek, bele akarunk szólni a, a, a magánéletébe, mert neki ez már abszolút van privát privátszférája, amiről esetleg nem akarja, hogy tudjan a szülő, ez teljesen érthető, akkor, akkor tud ez működni. És behoznék még egy, még egy konkrétumot. A, a, vannak gyerekszerzőink a Hello Szülőn, és az egyik gyerekszerző, Anna, ő mesélt arról, hogy bár többeknek is telepítve van a lokátor a, a telefonjára, több barátjának is, de totálisan kiátszák, ott hagyják azon a helyen, ahol azt mondják a szülőknek, hogy ott vannak. Bár azért ez most Aztán már egy nem ilyen van. testrészé kezd válni, nem a telefon, így nem és tudom, ne... hogy ezzel egyetértenek, vagy egyetértetek-e. Tehát e, talán ebben lehet a legjobban megbízni, hogy ritkán hagyja ott a gyerek a telefonját. És képzeld, nem, pont ez az, az Anna ezt mesélte, hogy ő azért több nagy társaságban is benne van, és ez egy bevett megoldás akkor, hogy olyan az idősebbeknél, ugye? 15-6-7 éves gyerekekről van szó, igen, idősebbek, tehát hogy nem, nem kisgyerekekről. Uh, és visszatérve a kérdés eredeti uh, természetéhez, szerintem, uh, szerintem ezek nagyon-nagyon jók, ezek az applikációk, megnyugtatják a szülőt, uh, pláne úgy, hogy mondjuk Budapesten gyereket nevelni, ez egy kifejezetten nehéz, és azt gondolom, hogy itt még inkább szükség van arra, hogy egy szülő ráláson arra, hogy a gyerek elérkezett az iskolába, megtalálta a buszmegállót, eljutotta a fogorvoshoz, stb. Uh, de tényleg ahhoz tudok visszatérni, hogy beszélj, beszéljék meg a gyerekekkel, hogy mi történik? Van még ide kapcsolódó kérdés. megnézzük -e a gyerek telefonját, vagy bízzunk meg benne, hogy jól edukáltuk? Egy személyes momentumot még hozzátennék. Mind a két fiamnak van kódja. Én mind a kettőt tudom, de ők is tudják az enyémet, viszont ők nem tudják egymásét. Nagyon érdekes itt itt a, a főnökömnek a, egy nagyon zseniális ötletét hoznám be, holomárta a főnököm, és ő azt csinálta, képzétek el, hogy, hogy megkérte a gyerekeket, hogy egymást csekkolják, és akkor ő, 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 akkor így nem annyira szól bele abba, hogy melyik gyerek hova megy, de a két gyerek mindig kell, hogy tudjon egymásról, hogy ki hol van, mit csinál, Ez ki is nagyon-nagyon jó, jó, hogyha már több gyerek Na de is visszatérve, bízzunk-e benne, hogy jól edukáltunk, erről mit gondoltok? Mielőtt válaszolnék erre a konkrét kérdésre, csak az van bennem nagyon, hogy, így, hogy a technológiával kapcsolatban kicsit olyan az érzésünk, mint a, mint a Jurassic Parknak az első része. Tehát, hogy a 90-es években, amikor jöttek ezek a technológiák, a telefon, a videójátékok hasonló, akkor akkor ugye elámultunk, hogy mennyire fantasztikus, itt egy új korszak kezdődik, stb. És akkor most meg az az érzésünk, hogy ezek a dinók így kiszabadultak. És hogy ami most történik tulajdonképpen, és azért is nagyon jó, hogy ilyen konferenciák vannak, meg ilyen beszélgetések, mert, azokat a kérdéseket, hogy a technológia használat hogyan kapcsolódik így a mélyebb emberi értékeinkhez, szükségleteinkhez, ezekhez alkotjuk meg tulajdonképpen közösen azokat a normákat, ami azt mondjuk, hogy így igen, nekünk Mi ezzel így jól vagyunk. És amikor még volt ez a kérdés, ugye, hogy hát én oké, okay, 12 éves korig akarok várni, de egyébként meg a hát mindenki másnak már van. Én azt gondolom, hogy valahol az a feladatunk, hogy ezt így megfordítsuk. Tehát, hogy, hogy ez, ami csak így, hát ahogy esik, úgy pufani kialakult, hogy akkor nagyon korán odaadtuk a telefont. Nem irigylem egyébként a, a, a mostani szülőket, mert, mert, mert belecsöppentek egy helyzetbe. A, amiről nem tehetnek. És uh, ez nincs túlkit, tehát nincsen eszköz nincsen, és nincsen igen, hozzá. Igen, pontosan, és hogy most kezdjük így a tudományos eredményeket a longitudinális kutatásokból így látni, hogy aha, igen, egyébként nagyon sok komoly mentális betegség alakul ki, hogyha ha nem megfelelően kezeljük. És akkor amiket itt, amik már egy elhangzottak, ugye a technológiamentes zónák, a vacsoránál, a hálószobában. Egy alternatívát a, is kell kínálni, ugye? Így van, hogy akkor, akkor ez hogyan lesz egészséges. És... És igen, szóval, hogy most akkor erre a konkrét kérdésre, én azt gondolom, hogy a kérdés, szóval, hogy hány éves a gyerekem, mert bizonyos életkor alatt egyszerűen még nincsenek kifejlődve azok a, azok a mechanizmusok, amelyekkel ő kontroll alatt tudja tartani a digitális cselekvéseit. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a bizalmat építsük. Uh, és hogy én azt gondolom, hogy a 12 éves korban adunk okostelefont, akkor egy, a következő egy-két évben az a feladatunk, hogy ott uh, kísérjük őt, és aztán pedig szépen elengedjük a kezét, mint ahogyan egyébként a, a valós világban is, ugye a, felkészítjük rá, hogy ő önállóan csinálja, és akkor utána már ki lehet uh, engedni a kontrollt a kezünkből. Azért az ez is, nagyon nehéz. Hát, igen, ez és nagyon ez, nehéz. Ez, ez ez szerintem, hogyha a szülői nevelésben, hogyha van valamilyen negatív tendencia az elmúlt 20-30 évben, ez a ez a ez a safetyism, tehát hogy ez a nagyon nagyon erősen a biztonságra törekvés, mm. és hogy ezzel megakadályozom azt, hogy a gyerekem hát igen, szóval, hogy így rizikós helyzetekbe kerüljön valamennyire, és hogy megtapasztalja egyébként a saját képességeit és, és határait, és hogy, hogy felfedezzen, és hogy átéljen uh, akár frusztrációt valamennyire, negatív érzéseket. Tehát, hogy nem kell mindentől megvédeni. őket. Igen, igen. Értem. igen, igen, igen. Eh, illetve hát az, hogy ahogy nőnek a gyerekeink, szülőként nekünk is fel kell nőnünk. Valahogy ezt érzem. Nekem még az, az jut ezzel kapcsolatban is eszembe, hogy hogy szerintem azt az esendőséget, nyilván ehhez kell egy olyan viszony a gyerekkel, de hogy azt, azt felvállalni, hogy ezt én is most tanulom. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ne, és ez a hatalom kérdés, ez egy kicsit visszakapcsolódik. Hogy itt nem az, hogy, hogy értse azt, hogy, hogy ezt Kvázi együtt tanuljuk. tehát hogy Sőt, van... néha ők jobban tudják. Tehát, Na igen, ez de nagyon hogy pont nehéz. ez az, hogy. De, meg, de hogy az az érzéssel legyen, hogy te nem érted semmit ebből a világból, mert ehhez öreg vagy, ö, hanem hogy. Hanem, hogy nyilván ez, ez is egy nagyon nehéz határmesdje, de hogy. Ö, de hogy én, én mondjuk a saját kisfiammal kapcsolatban én ezt abszolút előre mutatóbbnak érzem, ezt a fajta esendőséget felvállalni, vagy azt, hogy jó, én is szoktam néha butaságokat nézni, rövidebb ideig, meg azért, azért azért egy bizonyos határon belül, mint az, hogy nagyon A, vagy nagyon B, nyilván. Most ezt egy öt évesen egészen más ö, csinálni, mint egy tíz évessel, meg egy 16 évesen. De hogy, és ennyiben én meg szerencsésebb vagyok, hogy így kicsit jobban meg tudok ágyazni ennek, mert egy kicsit ö, jobb időben, Tehát, hogy már már nagyon volt, mire, mire lett hát gyerekem. Meg ezzel foglalkozol, tehát így jobban Igen, bele de hát is látsz attól talán nem tudom jobban. Tehát, hmm. hogy sőt, attól a, a, nyilván nekem is a reflexeim, meg minden csak rosszabb, de hogy, de hogy tényleg akkor ezeket kéz a kézben megtanulni, úgyhogy erről a gyerek is tud, hogy... Tehát, bocsáss, még egy személyes példa. Amikor a nekünk gémbolyunk lett a bátyámmal. És van felvétel róla, ahogy a nyaralóban, tökéletes nyári időben, kint, nem, nem megdöglős, de kint játszós időben ülünk bent, és édesapám, aki itt ül a nézők soraiban, jön be, hogy és akkor itt a két hülye gyerek, aki ezzel, ezzel, ezzel nyomkodja ezt a baromságot, ahelyett, hogy kint játszanom hagyjál már, papa, hagyjál már, és akkor ő... De hát szerintem nap, mindnap mi is megéljük. Igen, nem csak, hogy, csak hogy ezekre tök jó emlékezni, hogy persze sokkal kevésbé volt eszés, de hogy ennek a, ennek az emléknek van folytatása, két folytatása is, egyrészt amikor ők is rákattantak a Tetrisre, és egymás kezébe adtuk négyen, hogy akkor most ki hova jut, meg a másik, amikor ö, egyszer mondtam anyukámnak, hogy milyen érdekes, mert hogy a ö, izé, boss fightig eljutottam a, a Super Mario-ban, és azzal szenvedtem napokig, és mondtam anyukának, milyen érdekes, én már amikor nem játszom, és hallom azt a ti izéd, ami az előtt van, hogy bejutnék oda, és mondta, hogy hát ez nagyon érdekes, akkor ezt most így elvenném egy olyan hétre, hogyha nem gond. Igen. Tehát, hogy ez kicsiben ugyanúgy megvolt, és szerintem ez segít, hogyha emlékeztetjük magunkat ezekre a dolgokra. Nyilván ez sokkal neccesebb szitu már, de hogy azért ez mindig is volt. Egyébként még az jutott eszembe, hogy online játszani a gyerekkel, együtt benne lenni, és akkor újra az közönséghez fordulnék, hogy van, aki online játszik a gyerekével? Uh -huh. Tehát azért van ilyen. Mert hogy akkor egy picit a részesei lehetünk az ő világuknak talán? és egy picit jobban értjük egymást, egy picit ők is talán jobban beengednek utána egy csomó mindenbe bennünket, ha nem zárkózunk el. És hogy ez jut eszembe. Még egy kérdés, gyorsan, és akkor Erikához fordulnék, mert hogy ő most itt nem kapott szót az utóbbi pár percben. Kicsit kapcsolódva az iskolai nyomásra, tehát visszaugrunk egy picit egy korábbi témánkhoz. Mi a véleményetek arról, hogy főleg a COVID óta a szülővel közösen kell hazudniuk a gyerekeknek? Gondolok itt arra, hogy az e-mail címeket és egyéb közösségi média fiókokat regisztrál, mert iskola miatt kell például, annak ellenére, hogy az EU-ban az Age of Digital Consent 16 éves kor. Igen, azért ez is egy, egy nagy probléma. Én is saját példát hozok. Nagyobbik rányom, ő nagyon-nagyon későn csatlakozott a közösségi médiához. Mindig azt mondta, hogy ő az anti klub. Egészen addig, még egy nemzetközi táborban nem utaztak ki, és úgy szóltak, hogy most már ne anyuka legyen benne a csoportba, mert amikor már kint kell, hogy hol találkozunk, és mikor keressük egymást, ott hiába fogom tudni idehaza, hogy mi történik, hogy ő éppen nincs felcsatlakozva ebbe a csoportba. Szóval hát tényleg vannak azok a helyzetek, amikor az iskola is elvárja, és meg kell adni ezeket az adatokat. Hát igen, ezért ez egy mindig kritikus kérdés, ugyanúgy, mint a, a fotóknak a, a megosztása. Ugye én is így szoktam áruhába járni a vidéket, és mindig találkozom azzal az előadásokon, vagy a workshopokon, hogy akár a gyerekeknek is azt mondom, hogy is akkor most egy selfit tolunk itt a végén, és mondják, hogy persze is simán beállnak mögém, elkészül a fotó, és mondom, akkor mi lesz a sorsa? És ugye akkor döbben neked, hát mondom, mondhattatok volna nevet. De ott a pedagógus, aki rögtön mondja, hogy hát de aláírták a szülők évelején a papírt, mondom, igen, de hogy mire írták alá. Szóval, hogy ezeknek is abszolút utána kell menni, és utána kell nézni. Itt is van szülői felelősség, meg ugye párbeszéd a pedagógussal, meg az iskolával. Nyilván most, hogy bejött ez a korlátozás, most ugye ez, ez egy ilyen fő, fő téma. Igen, ezzel kapcsolatban is volt egy kérdés, csak időközben. Igen, nyilván ez rá fogja irányítani talán erre is a figyelmet, hogy akkor oké, okay, most akkor tudatosan próbáljuk meg használni az eszközöket, de akkor tudatosak legyünk ezeken a felületeken, olyan, úgy történjen a regisztráció abban a korban, amikor kell. Egyébként megjegyzem, hogy a, az én gyerekeim olyan iskolába jártak, hogy már tíz éve ezelőtt sem lehetett bevinni, tehát a portán leadták, délután visszavették, és hát túlélték, főleg úgy, hogy mind a két lány most nem, nem függő, de mondjuk az, hogy gamer lányok lettek, és hát sok előnye is van, ezt is el szoktam mondani, hogy ugye például olyan játékokkal játszanak, olyan kultúra iránt érdeklődnek, ami először tényleg nekem például nagyon furcsa volt, ugye, hogy szokták mondani nagy magyar anyának, hogy most a gyerekeim a dél-koreai együtteseket néznek, és mindenféle játékkal játszanak, de azért eljutottunk odáig, hogy most az egyetem mellett is ugyanazt a koreai nyelvet az eltén tanulják, tehát hogy ebből születhet sok jó dolog is. Tehát mindig egy ilyen nagyon ö, ö, vékony mesgyén járkálunk, hogy mi a jó vagy, vagy mi a nem. És itt vissza az előző kérdésre, hogy mikor fogom tudni azt, hogy jó szülő vagyok, vagy jól neveltem, edukáltam a gyereket. Hát az a, én, az, az én véleményem, hogy majd tíz év múlva. Tehát mint a pedagógus is, amikor nevelem 5-8 évig azt a fiatalt, és majd meg tudjuk, hogy utána az utcám nem köszön, előzékeny lesz, vagy érdeklődik, személyes példa. Itt a nyár folyamán egy volt diákom írt rám, ugye a közösségi médiában, ugye a, nem tudom, az ötödikes Lacika, aki most már közel 30 éves, és egy iszonyat jól beszélgettünk, és megtudtuk, hogy mi lett, hogy mi, mivé is vált, mi lett belőle, és nagyon tehát rengeteget nevettünk a régi történeteken, csodálkozott, hogy én mikre emlékszem, mondtam, hogy én mindenre is, amire nem kellene. Szóval, hogy, és akkor azt gondoltam, hogy jól neveltem. Tehát, hogyha nem letagadott, nem tudom, én x év után, vagy tíz év után, és ugyanígy a szülő is akkor fogja tudni, amikor tényleg beérik az a gyerek. De hát ez egy érési folyamat. Nekünk türelmesnek kell lenni, és hát kivárni. És a másik, szerintem, ami még nagyon fontos, itt is azért már ez szóba jött, hogy persze tilthatjuk, tehát mondjuk a tiltás az nem szokott ugye jóra vezetni, de a korlátozásnál ugye nagyon fontos ezt a napokban, vagy nem olyan régen olvashattuk, ugye Bagdia Műke professzorasszony is uh, utalt rá, hogy akkor, ha elveszek valamit, akkor adnom kell helyette. Te is mondtad az alternatívát. Tehát akár Én folyamatos tárgyalásban vagyok a fiaimmal. Ez egy, nagyon, ez egy hatalmas igen. nagy meló kiveszekedni igen. egy hétvégi családi kirándulás, mert nyilván mindenkinek kényelmesebb bent ülni és pörgetni a netet. Uh, igen, ez egy folyamatos küzdelem megharc, de hogy ebből lesz a családi élmények, ebből lesznek a közös filmnézések, tehát nagy klasszikus sikerült nekünk a múlt hét végén megnézni a lányokkal, joghallgatók, és végre elértük, hogy a keresztapa első részét megnézzük együtt, de hát egy családi mozizás volt, és hát végigbeszéltük az egészet, és, és nagyon izgalmas, tehát jó, fél éve imánkodunk, hogy ez megtörténjen, de egyszer csak elértük, tehát kitartónak kell lenni, és hát türelmesnek kell lenni. Nagyon kevés időnk maradt, és azt szeretném kérni, hogy azért adjatok valami útra valót. Itt a, a nézőközönségnek, akik egyébként nagyon sokat kérdeztek, hogy hogyan lehet egy egészséges, egyensúlyt otthon kialakítani, vagy mivel lehet segíteni, mit tanácsoltok? Hú, de nehézet kérdeztem. Jó, én azt gondolom, hogy ez, amit te is mondtad, egy egyesség tárgya, tehát nyilván nekünk van a fejünkben valami, hogy mi az egészséges és a felelősség nálunk van, tehát mint hogy minket sem hagytak, nem tudom én, éjfélig az utcán kidobózni, ha nem berendeltek minket 7 órakor vagy 8 órakor, ezért azért a határokat nekünk kell megszabni, de legyen párbeszéd. A, a, nyilván picikkel, tehát ott azért még, még nehezebb, de a fiatalokkal ott legyen egy párbeszéd, és tényleg mi is tanulhatunk tőlük, én is voltam boomer is, tehát hogy nincs ezzel probléma, aztán kinőttem ebből, hál' Istennek, és most oda vissza tanulás van, tehát hogy, hogy legyen egy megbeszélés, hogy nekik mi a komfortos, mi hogy látjuk jónak, és a végén meg fog tudni születni az, de hát felelősséggel, és hogy, hát, hogy nyitott lazán, amennyire ezt lehet. Tehát, hogy e, ez, ezt szerintem csak Te így Próbáljunk meghaladni a korral egyébként, megértjük, Igen, értjük, meg kérjünk, fogadjunk el segítséget tőlük, tehát hogy ne az legyen, hogy, hogy, hogy amit ők mondanak, semmit nem fogunk, fogadunk el belőle, hanem igenis üljünk le és beszélgessünk velük. Erika? Én, Eszter. Eszter, bocsánat, Eszter? Úr, reméltem, hogy később kerül rám sor. Nagyon... Igen? A Szabad hozzá. a vásár. <laughs> Jó én azt gondolom, hogy mindig arra kell fókuszálni, hogy a gyerekemmel a kapcsolatom épüljön, és a bizalom épüljön. Tehát, hogy ezt kell elsősorban szem előtt tartani. És hogyha nagyon lemegyünk egyébként a praktikus szintre, tehát arra, hogy akkor most hogyan néz ki egy egészséges technológia használat a családban, akkor én azt mondanám, hogy vannak technológia technológiamentes zónák, mint például, amit elhangzott ugye, hogy a vacsoránál, a hálószobában ne legyen benne a telefon, a gyerek egyedül a telefont a saját szobájába ne használja. Hogyha lehet, akkor közös digitális tevékenységeket csináljunk, tehát hogy, hogy, az egy nagyon jó irány, hogy ez nem egy magányos élmény, hanem egy családi közös élmény, ahogyan itt most ugye a filmnézés kapcsán, de ez lehet a játékokkal kapcsolatban is. Amúgy a videójáték függőséggel kapcsolatban azért annyit mondanék, hogy a egy ilyen biztató adatot, hogy, hogy a kamasz fiúknál igen, ez így kialakul, ilyen 14-13-14 éves korban, és aztán általában 60-70 százaléknál ez 18 éves korra eltűnik teljesen. És aztán amikor egyetemre mennek, akkor már így visszakapcsolódnak az offline világra. És egyébként egy kisebb százalék, tehát egy 10-20 százalék az, aki, akinél utána ez a videójáték függőség elmélyül. Amúgy zárójelbe teszem hozzá, én is gamer voltam. Még és ember lett belőled. Valahogy, igen. De hogy, hogy engem is nagyon beszippantott, és eltűntem napokra, szóval, hogy ez így előfordulhat, de ez még nem jelenti azt, hogy akkor nagyon nagy baj lenne, és akkor függőség, és akkor íze. Szóval, szóval a technológia mentes zónák, én azt gondolom, hogy a szülői felügyeletapok, azok, azokat érdemes használni egy bizonyos korig. A saját mintának a mutatása, tehát az, hogy, hogy igen, amikor én leülök este, és akkor arra használom a telefont, hogy akkor így ez a doom scrolling, tehát hogy akkor csak csorog és, és akkor így zépörgetem, vagy mondjuk én például azt tudtam, hogy a híroldalakat, miután végigolvastam az összeset, utána elkezdem előről. De hogy, hogy ezeket a szokásokat, amik, amik alapvetően igazából semmilyen funkcióval nem rendelkeznek az életünkben, de ezeket egyébként leépíteni. Tehát ezek ilyen technológiai paraziták, amik csak így viszik az időnket, energiánkat, és valóban, valójában nem kapunk tőlük semmit. Szóval ezeket, ezeket érdemes leépíteni, hogy egy egészséges mintát adjunk a gyerekeinknek. Marci? a szülő. igen, én nekem egy nagyon, nagyon érzelmes dolog jutott az eszembe, és pedig az, hogy, hogy ne kételkedjenek a szülők magukban ennyit. Nagyon sokat beszélünk arról, mondjuk a gyerekek szemszögéből, hogy mennyire fontos az önbizalom, az önbizalom növelés. Akkor válik egy, 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 erős emberré az a gyerek, hogyha önbizalmat adunk neki. De azt gondolom, hogy, hogy ez onnan jön, hogy a szülőknek is legyen elég önbizalma. És higgyék el azt, hogy vannak helyzetek, amikben, amikben igenis tudják, hogy mit kell tenni. Én most azt látom, mintha a szülők a, a legapróbb helyzetekben is azt éreznék, hogy nem tudják, hogy, hogy mi a jó megoldás, hogy mit kéne tenni. Úgyhogy, úgyhogy igen, egy ilyen uh, tuning szerintem minden minden szülőre ráfér. Na és akkor a végére hagytuk. Igen, az ez így most rosszabb, rájöttem. <gül> <gül> de ne, a, nem, mert azt érzem, hogy nem, nem akarok egy ilyen felkent pap lenni, mert hogy egy csomó minden nem is érint, meg hát nem vagyok semmilyen, ö, nem, nem, nem vagyok szakember, de hogy akkor akkor lépnék és akkor esetleg inkább erről a serönting dologról. Ö, Ami még itt a sok kérdés miatt kimaradt, és igen, terveztük, hogy beszélünk hogy. Róla. Hogy csak, csak ott, ott is csak ez, hogy tényleg gondolja át minden szülő mielőtt posztol. És ez, nem, ez, ez, fotó is lehet, vagy lehet egy, egy olyan intim pillanatnak a, a, viccesnek ható, nem tudom, nyakik szaros lett, és akkor ez tök jó, csak hogy ez majd, ha előkerül tíz év múlva, ez lehetne, hogy nem lesz akkor a poén a általános iskola harmadikba, hogy, hogy vele mi volt, és nyilván az egyéb veszélyei. Hát, vagy a gimnázium. Vagy amikor egy, már egy kamasz, egy tínédzser, az sokkal sérülékeny. Tehát ez, 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 kicsit ugyanaz, mint amikor a, az ember átviszi a, nem tudom, első pasiát, vagy barátnőjét, és akkor előkerül a családi mappa, és akkor itt volt a ma, é, Tehát, hogy ez ugyanannak az online verziója, és akkor ez még csak a kellemetlenség, ami az embert éri, és nem pedig a veszély, amiből meg még sokkal több van. Hú, hát nehéz dolgunk van, én azt gondolom, de a, a cél az, hogy ne hatalomként tekintsünk akkor erre a lehető, hanem egy lehetőségként, hogy tehetünk jobbat, és lehetünk tudatos szülők, és nevelhetünk tudatos gyerekeket. Úgyhogy én ebből ezt vettem ki, és nagyon köszönöm, hogy sok kérdéssel, illetve hát a szavazással hozzájárultak ahhoz, hogy egy picit jobban megismerjük egymást. Örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen!